Sziasztok! Ahogy egy közelmúltban készült videóban ígértem, ezután a Bad Audio akku után a hozzávaló 40 amperes töltőt is megmutatom nektek. Marhára örültem, hogy meg tudtam beszélni a céggel, hogy küldjenek egy ilyen töltőt is, mert előtte nekem egy felekkora teljesítményű 20 amperes töltőm volt csak az ilyen lítium-vasfoszfát akukhoz, a Sanfutól, és egy korábbi videóban azt meg is mutattam. Nem rossz az a töltő, teljesen jól ellátja a feladatát, de az akku felé menő vezetékei az én megítélésem szerint túl vékonyak. Abban a videóban tapogattam is, meg nézegettem is, mert meglehetősen melegedtek a 20 amperes töltéstől is már. Nem olvadtak el, de hát szerintem azért szerencsésebb lett volna egy vastagabb vezetékkel szerelni. Na hát ennél ilyen probléma nincsen, ez egy 10 négyzetmilliméteres belső vezetőkeresztmetszetű kábel. Ebben a videóban ezt a töltőt fogjuk részletesen megnézni. Tartsatok velem ma is! Amint hallod, éppen megy, ugyanis a videó elején, ahogy láthattad, összeraktam és elkezdtem vele tölteni ezt az akut, amit a múltkori ennek az akunak a teszt videójába csontra lemerítettünk. Ha még nem láttad, akkor itt meg tudod nézni ennek az akunak a bemutató videóját. Ha ilyen nagy akut veszel, ráadásul ha nem is egyet, hanem többet, akkor már mindenképpen érdemes egy ilyen 40 amperes töltőt beszerezni. Egyrészt, mert ezeknek az ajánlott töltőárama a 40 amper, másrészt nyilván egy 20 amperessel is fel lehet tölteni, csak egyszerűen azzal kétszer annyi ideig tart. Azt, hogy egy ilyen akut egy adott töltővel mennyi idő alatt lehet feltölteni, azt nagyon egyszerű kiszámolni, rá van írva, hogy 200 amperóra, erre meg rá van írva, hogy a töltőáram a 40 amper, hát a 200-at elosztod a 40-nel, az 5, tehát 5 óra alatt fogja tudni a 200 amperórát belenyomni, hiszen ez egy óra alatt 40 ampert tud belenyomni. Ennyire egyszerű. Hogyha egy 20 amperessel töltöd, akkor meg nyilván kétszer annyi ideig, tehát 10 órán keresztül fog tartani a nulláról a teljesen kifagyott állapotból feltölteni. Hát ez nem mindegy. Itt van benne egy hűtőventilátor, és érezni is, hogy ilyen langyos levegőt fúj. Ez nem hőérzékelős, hanem ez amíg a töltés zajlik, addig folyamatosan megy, úgyhogy ezt azért érdemes figyelembe venni. Ezt egyébként mindegyik ilyen lítium-vasfoszfát akutöltő ilyen, hogy aktív hűtése van, én legalábbis még csak ilyennel találkoztam. Tehát ez mindegyikre jellemző, hogy ezt azért érdemes figyelembe venni, hogy hát ennek azért van hangja, így 5 órán keresztül nem szívesen tartózkodni vele egy helyiségben, úgyhogy érdemes az ilyen töltőt úgy elhelyezni, hogy ne abba a helységbe, ahol alszol, vagy ahol sokat tartózkodsz. És egyébként azért ebbe a fogyasztásmérőbe dugtam, hogy meg tudjuk nézni, hogy tényleg ezt a 40 ampert, ezt valószínűleg tudja-e. Hát nézd meg, hogy 608-609 wattot vesz fel a hálózatból, 230 volton, ugye olyan 2,5 ampert vesz fel, de ez már a 14,6 voltra átalakítva, ez már durván olyan 41,2 amper, ugye, hogyha 608 wattot elosztod a 14,6 volttal, akkor 41,2 amper jön ki, tehát 40 ampert belenyom az aksiba, meg még 1-2 amper a saját fogyasztása, valószínűleg az áramköreinek a melegedése, meg a ventilátornak a működése azt az 1-2 ampert elviszi, de minden esetre a fogyasztásmérő mutatja, hogy ténylegesen a 40 amper körüli töltőáramot folyamatosan nyomja bele az akkuba. Kijelzője nincs, hanem csak itt egy LED van rajta, de tulajdonképpen az arra bőven elég, amire kell, hogy jelezze, hogy tulajdonképpen milyen működési állapotban van a töltő, hogyha pirosan világít, akkor tölt, hogyha zölden világít, akkor fel van töltődve az akku, és hogyha pirosan villog, akkor pedig valami baja van, de hát nyilván ne legyen.
Egyébként 5 év garanciát ígér rá a gyártó a honlapján, aminek a linkjét be is rakom a videó leírásába, ahol például ezt az akut, vagy kisebb 100 amperes, meg még nagyobb 300 amperórás akukat is meg tudtok nézni. Töltőből is van egy csomóféle, van 10-től egészen 40 amperig, 40 amperesből is van, nem csak ez, hanem még egy hordozható fajta is, meg napelemes töltésvezelőjük is van, meg még egy csomó dolog, nézzétek meg a honlapjukon. Ami még nekem baromira tetszik ebbe a töltőbe, hát azon kívül, hogy nagyon masszív, ilyen full alumínium a teljes burkolata, és szerintem jól is néz ki, meg egyébként olyan a kialakítása, látod, hogy ilyen a talpán ilyen csavar helyek vannak, és adnak hozzá a készletben, a dobozban egy ilyen csavar meg tipli készletet is, amivel akár falra is fel lehet szerelni. De amint szerintem baromi jó benne, az az, hogy egy ilyen nagy 50 amperig alkalmas dupla Anderson csatlakozóval a gyakorlatilag az akuból kijövő kábelt, meg a, vagy a, mi az a töltőből kijövő kábelt, meg az akura rámenő végződést le lehet szedni egymásról, és így tulajdonképpen ugyanilyen, ez egy szabványos csatlakozó, általában az ilyen napelemes, meg akkus rendszerekbe használt csatlakozó típus. Hogyha ugyanilyen csatlakozójú, például ilyen csipeszes végződést beszerzel, ebben a készletben nincs, de ilyet be lehet szerezni, mondom, ez egy szabványos csatlakozó, akkor akár olyan csipeszes végződést is, vagy bármilyen más végződést rá lehet tenni, anélkül, hogy szét kelljen szerelni, elveszítenéd a garanciát, hiszen egy csatlakozóval lehet ezt a végét cserélni. Ez szerintem baromi jó, ahogy mondtam, a vezeték vastagsága is bőven megfelelő, ugye ennek nem csipeszes a vége, hanem ilyen kör alakú saruval lehet fixen rá csavarozni az akura. Szerintem ez egyébként jobb is, mert általában ezzel lehet a legjobb érintkezést elérni. És még azt is láthattad a videó elején, hogy ugye a hátuljából magát ezt a hálózati kábelt is ki lehet húzni, és cserélni, akár hogyha esetleg tönkre menne a kábel. Az ilyen megoldások, azok egyrészt a sokrétűbb használhatóságot, meg a hosszabb élettartamot is szerintem garantálják, mert hogyha tönkre megy a kábel, nem kell eldobni, hanem csak ki lehet cserélni, ugye ezzel másfajta végződést is rá lehet tenni, és akkor sokkal többféle módon lehet használni. Ez szerintem egy nagyon jó ilyen szempontból, és egyébként ahhoz képest meg az ára eléggé kedvező, olyan 150 euró körül van, hogyha megnézed a másik gyártóknál, ennél kisebb teljesítményű, és nem ilyen jól használható, nem ilyen átgondoltan megtervezett töltőket adnak legalábbis sok helyen, úgyhogy szerintem ez árérték arányban is meglehetősen jó. Ja, és hogy egyébként miért kellene neked kifejezetten ilyen lítium-vas-foszfát akuhoz való töltőt venni, hiszen van otthon az autóthoz akutöltő, miért ne töltenéd azzal az ilyen aksidat is? Hát két okból. Egyrészt, mert általában az akutöltők a hagyományos ólomakuhoz, autóakkumulátorhoz való akutöltők általában ilyen 5-10 amperes töltőáramot szoktak tudni. Hát egy ilyen 200 amperes akut egy 10 amperes töltőárammal 20 óra feltölteni, ezzel meg 5. Hát azért szerintem ez nem mindegy. És ami ennél is fontosabb, az az, hogy az ólomakkumulátoroknak a szükséges töltőárama nem ugyanannyi, olyan 13,5 volt szokott lenni. Ezeknek a lítium-vas-foszfát akuknak meg 1 volttal több, olyan 14,5 volt körüli, azért, mert ezeknek a nyugalmi feszültsége is valamivel magasabb, ugye egy hagyományos ólomakkumulátor olyan 12,567 volt nyugalmi feszültséggel bír, ezek meg általában ilyen 13,345 volttal. Ahhoz, hogy ezt a lehető leghatékonyabban fel lehessen tölteni, és ahhoz, hogy
teljesen fel lehessen tölteni, ahhoz szükséges ez az 1 volttal magasabb töltőáram, amit csak ezek a kifejezetten litium-vas-foszfáthoz való töltők tudnak, tehát a magasabb töltőáram meg a magasabb töltő feszültség miatt is érdemes egy ilyet beszerezni, hogyha ilyen akukat akarsz töltögetni rendszeresen. Egy német és egy angol nyelvű használati útmutató van hozzá, hát nem bonyolították túl, de hát ez nem is egy bonyolult eszköz, úgyhogy nem is kell. Gyakorlatilag itt megmutatja a méreteit, hogy mi hol van rajta, aztán itt megmutatja, hogy milyen sorrendbe kell, ugye először lekapcsolod, aztán rákötöd az akura, illetve összedugod az akura menő kábelét, aztán bedugod a hálózatba, és aztán bekapcsolod, és aztán a töltő ilyenkor felméri, mert ez egy okos töltő, hogy éppenséggel az akku milyen állapotban van, itt ez az első, itt mutatja ez a töltési diagram, itt az első fázisban megnézi egy viszonylag alacsony néhány amperes töltárammal, hogy az akku hogy veszi a töltést, milyen állapotban van. Ha minden oké, akkor felmegy a 40 amperre, és végig egészen 80%-ig azon tolja, és akkor utána az utolsó 20%-ot pedig egyre csökkenő áramerősséggel nyomja bele. Ez szolgálja legjobban az akkunak az élettartamát. Erről a töltőről ennyit, szerintem nagyon jó, tehát a fizikai kivitelezése, az anyaghasználata is teljesen jó, így alumínium az egész, jó minőségben van elkészítve, semmi kivetnivalót nem találtam rajta, a kábel vastagságok is teljesen megfelelők, ez a cserélhető végződés szerintem nagyon jó, az, hogy a hálózati kábele is cserélhető szerintem, az is nagyon jó, a 40 amperes töltőáramot tudja, tényleg feltölti 5 óra alatt ezt a nagy aksit, már kipróbáltam, alig langyosodik közben a kábele, tehát jól van méretezve, úgyhogy, ja, és szerintem az ára is jó. Már korábbi videókban is mondtam, most is elmondom, mert sokan szoktátok kérdezni, ennek a cégnek is Németországban van raktára, tehát hogyha rendeltek tőlük, akkor a német raktárból küldik, tehát arra az árra, ami ott van a honlapjukon, arra már semmilyen vám, meg áfa, meg semmi nem jön rá, ráadásul ingyen szállítás van, ráadásul 30 napig vissza lehet küldeni minden további nélkül a terméket, ha valami probléma lenne vele, de én még nem hallottam problémáról, egyébként meg a termékek regisztrációja után, ha jól rémlik, nekem úgy rémlik, hogy 5 év garanciát adnak, hogyha regisztrálod a vásárlás után a terméket, szóval mi baj lehet. Visszakapcsolom, hadd töltsön, remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, jönnek hasonló ilyen akkumulátoros, napelemes, rendszeres, meg mindenféle egyéb tartalmak a jövőben is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!